Illegális határátlépők a szerb-magyar határon. Az illetékesek szerint ezentúl könnyebb lesz kezelni ezt a nemzetközi problémát. A szerb-magyar közös kapcsolattartási szolgálati hely egy légtérben dolgozó beosztottjai például a törvénytelen határátlépők eseteit az eddigieknél is hatékonyabban szeretnék kezelni. Az összes érkező följegyzést, ami munkát akar, megkapják, feldolgozzák, eljutatják Szerbia területén oda, ahol ezt el tudják intézni, majd a válasz megérkezése után pedig el fogják küldeni a megkereső félhez. A lényeg tehát a gyors információcsere a Horgos-Röszke határátkelő helyen található irodán keresztül. Itt éppen egy magyar részről érkezett megkeresést vesz át a szerb rendőrtiszt. Magyarországon ez a 9., Szerbiában pedig a 4. szolgálati hely. Létrejöttét az Európai Unió külső határok alapja támogatta, működési rendjét pedig a júliusi belgrádi szerb-magyar kihelyezett kormányülésen írták alá. Bármely bűncselekményt, amit az Európai Unió területén követnek el, szerb állampolgárok, vagy pedig a Szerbia területén az európai tagállamok lakosai, a bűncselekmény felderítésére bármilyen információval kibírják segíteni egymást a két belügyminisztérium, tehát Szerb és Magyarország. Magyar és szerb részről is 6 rendőrtiszt és 2 vezető teljesít szolgálatot az irodában. A munkavállalás feltétele volt a magyar és a szerb nyelv ismerete is.